základe sme spravili nejaké vstupné testovanie, aby sme vedeli, akú úroveň aktuálne tí hráči dosahujú, a každý deň ju monitorujeme, či už z pohľadu vnútorného alebo vonkajšieho zaťaženia toho hráča individuálne, a porovnávame každého toho hráča individuálne so sebou samým, nie medzi jednotlivými hráčmi. A na základe tých výsledkov potom stanovujeme to zaťaženie, aké by malo byť optimálne pre toho jednotlivého hráča. Az individuális edzéstérveket az egyéni mérések alapján állítottuk össze, amelyeket a bajnokság vagy a szezon utolsó hetén csináltunk meg. Ezek voltak a kiinduló pontok ahhoz, hogy egyéni edzéstervet vagy csoportokat csináljunk, amelyek alapján később a játékosok futottak, vagy pont edzésprogramot végeztek az edzőteremben. Ezeket az edzésterveket folyamatosan értékeltük ki, nem a felkészülés után, nem is a szabadság után, hanem a szabadság alatt. A játékosok amint lefutották, vagy pont leedzették a kondisrészt, azonnal küldték nekünk a reportokat, és ezeket értékeltük ki folyamatosan. Na začiatku sme si určili plán, ako by mala tá príprava vyzerať, a každý deň na základe toho, čo hráči dosiahnu z hľadiska zaťaženia, tak to konzultujeme a upravujeme ten plán na dennej báze vždycky po konci toho dňa, po väčšine dvoch, respektíve jednej fáze tréningu. Mivel a játékosok mind elvégezték az edzéstervet, kivétel nélkül, így mindenki egyforma szintről magához képes kezdi a felkészülést. Ugyanúgy a felmérésekkel kezdtük ugye az első napokat, és ezek a felmérések alapján újra megpróbáltuk őket pontosan besorolni abba a csoportba, ugyanúgy a kondisrészben és ugyanúgy a futómennyiségek vagy a futásintenzitások alapján, amit a pont a játékosok elértek a felmérések során. Pri našej spôsobe práce nie je rozdiel markantný medzi prípravným a súťažným obdobím. Hráčov sa snažíme aj počas súťaže, aj počas prípravy stále pripravovať nejakým spôsobom, a rozdiel je možno troška zvýšený objem na začiatku toho prípravného obdobia, ale nie je to nejaký extrémny rozdiel. Čiže aj počas súťaže, aj počas prípravy sa snažíme trénovať s hráčmi maximálne na tých možnostiach, ktoré tí hráči majú, aby sa zlepšovali a aby dosahovali maximálne výkony, ktoré sú schopní.